Tiltakoznak a gazdák, már több mint 170 ezeren írták alá a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárkamara petícióját, amivel az uniós források csökkentése ellen lépnek fel. Városi rang, 27 éve működik városként Újfehértó, az elmúlt 5 évben 12 milliárd forintból fejlődött a település. Épület energetikai korszerűsítés, uniós állami és saját forrásból újult meg a Tisza-Nagyfalui polgármesteri hivatal. Már 174 ezer aláírást gyűjtött össze a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara annak érdekében, hogy ne csökkenjenek az uniós támogatási források a következő ciklusban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 27 tagállam közös agrárpolitikájára jutó források összege 388 milliárd euróról 324 milliárdra csökkenne. A migránsok szociális ellátására és beilleszkedésére az eddigi 10 milliárd euró helyett pedig 32 milliárdot fordítanának, közölte a MAGOSZ elnöke. A tavaly előállt piaci zavar miatt a felvásárláshoz köthető előzetes szerződéskötésről is döntött a napokban az Agrárminisztérium. A gazda országjárás legutóbbi Szabolcs megyei állomása Vásárosnamény volt péntek kora este. A fórumon elhangzott, eddig 174 ezer aláírás gyűjtött össze a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az uniós támogatások érdekében. A kezdeményezéshez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott, valamint az is terben van, hogy a jövőben kiterjesztik, így nem csak a gazdák, hanem minden magyar állampolgár is aláírhatja majd. A tervek szerint az Európai Unió a terület alapú támogatások 16%-át, a vidékfejlesztési források 27%-át csoportosítaná át a következő ciklusban a migráns ellátásra és a belső határok támogatására, közölte a MAGOSZ elnöke Vásárosnaményban. Jakab István szerint ez élelmiszer áremelést okozna, illetve komoly veszteséget jelentene a gazdáknak. Az emberek érzik, hogy nem ezért lettünk az Európai Unió tagjai, nem azért lettünk az Unió tagjai, hogy néhány nagyállam vagy néhány brüsszeli bürokrata kitalálja azt, hogy ők migránspártiak, ők azt akarják, hogy majd kívülről hoznak be családi programok helyett, a család segítő programok helyett, ők külföldről hozzanak be egy idegen kultúrából munkaerőt. A mi álláspontunk egészen más. Mi azt mondjuk, hogy családtámogatási programok, családra alapozni, fejleszteni, korszerű ágazatokat kialakítani, és a magyar munkaerő pedig legyen elegendő ennek biztosítására. A 27 tagállam közös agrárpolitikájára jutó 388 milliárd eurós forrás 324 milliárdra csökkenne, a migránsok szociális ellátására és beilleszkedésére az eddigi 10 milliárd euró helyett pedig 32 milliárdot fordítanának. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője a fórumon kiemelte, pont a közép-európai országok, így Magyarország is a legrosszabbul járna, ha ezt a költségvetést fogadná el az új EU parlament a májusi választások után. Fontos elmondani, hogy a választás tétje az, hogy olyan vezetésnek kell majd irányítani az Európai Uniót, olyan többséggel, akik igenis fontosnak tartják a vidékfejlesztés érdekeit. Uniós biztosok is járják már az európai országokat. Én is személyesen a Hörcsik Rihárd képviselőtársammal voltam olyan költségvetési biztosi megbeszélésen, ahol mi azt mondtuk, hogy Magyarország számára a vidékfejlesztés a legfontosabb. A tavaly előállt piaci zavar miatt az Agrárminisztérium az előzetes szerződéskötésről döntött a napokban. Ennek értelmében az idei évtől minden magyarországi feldolgozásra beszállított almára és megyre írásbeli szerződést kell kötni. Ezen kívül azok a feldolgozók, amelyek több mint 100 tonna megyet vagy 200 tonna almát dolgoznak fel, az általuk feldolgozandó mennyiség legalább 60%-át kötelesek lefedni szerződésekkel. A szerződések megkötésére megynél legkésőbb május 15-ig, almánál legkésőbb augusztus 1-ig van lehetőség. A szerződés írásba foglalását elmulasztó felvásárló vagy feldolgozó bírsággal sújtható, valamint a rendelkezések betartásának ellenőrzései szigorodik.
Az árak vagy az árképlet meghatározása, a szakmaközi szervezetek feladata, elsősorban a Fruit webé, de az Agrárkamara és a Magos segítségére is számíthatnak, tette hozzá Jakab István. Nyíregyháza közgyűlésének szocialista frakciója is támogatja a Jobbik javaslatát, amely az önkormányzati rendészet létrehozását indítványozza. Az MSZP szerint a bűnözés főleg a nagyvárosokba koncentrálódik, Nyíregyháza pedig egy közel 120 ezer lakosú megyeszékhely, ezért fokozni kell a megelőző tevékenységet is. Jeszenszky András, a párt frakció vezetője külön hangsúlyt fektetne az éjszakai és a hétvégi szolgálat megerősítésére. Új szemléletre is szükség van. Ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy egy ilyen önkormányzati rendészet adott esetben Nyíregyházán is létrejöhessen, hiszen egyrészt a rendőrség terhelését tudja csökkenteni egy ilyen szervnek a létrejötte, másrészt pedig olyan koordinált tevékenységet tud kifejteni, amely jelenleg a közterületfelügyelet mezőőrség által széttagoltan működik. Huszonhat programnak köszönhetően mintegy 12 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Újfehértóra az elmúlt 5 évben. Ennek kétharmada az Európai Uniónak köszönhetően. A település vasárnap ünnepelte a városi rangra emelés 27. évfordulóját. A következő beruházás a belterületi kerékpárút kiépítése lesz Újfehértón. Ennek összköltsége 400 millió forint. 1836. április 28-án állította ki 5. Ferdinánd azt a kiváltságlevelet, amellyel Újfehértót a mezővárosok sorába emelték. 1886-ban azonban törvényi úton visszavonták a mezővárosi privilégiumokat, Újfehértójét is. A település a városi címet 1992. márciusában kapta meg újra az akkori köztársasági elnöktől Göncz Árpádtól. A szabolcsi település így szombaton ünnepelte 27 éves városi évfordulóját. Az ünnepség részeként a Zajti Ferenc Kulturális Központ aulájában megnyílt az újfehértói települési értéktár kiállítása is. Újfehértó, ugye, amiről a leghíresebb talán az a megy, az újfehértói fürtös megy, amely nem csak a megyei értéktárban szerepel, hanem most már a magyar értékek között is ott van, és ugye hát a pálinka is, az újfehértói fürtös megy pálinka, megyből készülő pálinka is ott van, amely pedig kiemelt nemzeti érték, ugye eredetvédett pálinkáról beszélünk, de emellett természetvédelmi értékek is szerepelnek a megyei értéktárban, például az újfehértói szikes, vagy a hagyományőrző tevékenységet, ha nézzük, akkor a keleti gyepűnek a hagyományőrző munkássága. A kulturális központban az is kiderül, hogy a falura vonatkozó első írásos bizonyíték 1608-ból való, ami Újfehértó néven tünteti fel a szerveződő települést. Az első vonat pedig 1858 nyarán futott be, Pest-Szolnok-Debrecen felől a városba. Az elmúlt 27 évben jelentős mértékben fejlődött a település. Először a telefonhálózat épült ki, aztán nyitottak az iparosodás felé, infrastruktúrális beruházások indultak, jelenleg már a Sztennyvíz csatorna hálózat is 95%-os a városban. Az intézmények felújítása mellett színesedett is az oktatás. Van görögkatolikus általános iskola, óvoda és bölcsőde, valamint református óvoda és általános iskola is Újfehértón, de a tankerület fenntartásában is működnek intézmények. Ami rendkívül öröm számomra, hogy azért nem volt látványos gyermeklétszámcsökkenés nálunk, tehát 13 óvodai csoport megyen, 4 önkormányzati fenntartásban lévő bölcsőde, így csoport működik. Most van benyújtva egy pályázat, szeretnénk egy újabb bölcsődei csoportot elindítani, hiszen ilyen igény van rá, amellett, hogy a görögkatolikus egyháznak is működik a bölcsődéje. Újfehértón olyan térségi központot alakítottak ki, amely példát ad a közösségek fejlesztése tekintetében. Ezt Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte beszédében. A beruházások kétharmadát az Európai Unió forrásaiból finanszírozták az elmúlt 5 évben, a közeljövőben pedig új piacot alakíthatnak ki, 400 millió forintból pedig belterületi kerékpárút épül majd a városban. Az elmúlt 5 esztendő kiemelten fontos Újfehértó történetében, én így gondolom, mert hogy olyan régen elmaradt beruházásokat sikerült pótolni, mint a szennyvízhálózat kiépítése,
teljes mértékben, vagy a település, a város főutcájának a rendbetétele, ami egy 30 éves probléma volt, de az Elker Ferenc iskolának a felújítása az is évtizedek óta probléma volt a településen, és ilyen formán én úgy gondolom, hogy az a 26 fejlesztési program, ami az elmúlt 5 év alatt indult a településen 12 milliárd forint értékben, az kézzel látható nyomot hagyott a településen és annak környékén. Az elmúlt években 6 új fehértói termékdíjat osztottak ki a településen, a vasárnapi ünnepségen pedig 3 új védjegyet adtak át. Így pirított napraforgómag, cserépkályha és kézisújzók is kerültek a felsorolásba. Védjegyet csak azok a termékek kaphatnak, amelyek helyben termelt alapanyagokból készülnek, és minőségi garanciát jelentenek a városlakóknak és a szolgáltatást igénybe vevőknek egyaránt. Kívül-belül megújult a Tisza-Nagyfalui polgármesteri hivatal épülete. A beruházás költségeit 36 millió forintos támogatás mellett saját forrásból fedezték. A felújításnak köszönhetően a szolgáltatások könnyebben elérhetővé váltak a mozgáskorlátozottak számára. A jövőben az utak is megújulhatnak a településen. Több tucatnyian gyűltek össze szombat este a Tisza-Nagyfalui polgármesteri hivatal előtt. Aznap adták át ugyanis az önkormányzat megújult épületét. A községháza még az 1800-as évek végén épült, most 36 millió forintos Európai Uniós és állami támogatásból megtörtént az energetikai felújítása, amely több munkálatot takart. Külső szigetelés, nyilászáró cseréket, fűtéskorszerűsítés, villamosenergia korszerűsítést, és az egyéb felújítást azt saját forrásból kellett megvalósítanunk, mivel az épület az 1895-ben épült, évtizedek óta nem volt felújítás jellegű munka rajta, és most itt volt a lehetőség, és az önkormányzatnak a gazdálkodása, eredményes gazdálkodása lehetővé tette, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A belső rekonstrukció festést, tapétázást, parkettázást és járólapozást foglalt magában. Emellett megújultak a vizes blokkok, személyzeti konyhát és egy akadálymentesített mosdót alakítottak ki. A mozgáskorlátozottak számára egyébként könnyebb lett a bejutás és az épületen belüli közlekedés. A közel 2000 lakosú településen nemrég a fogorvosi rendelő is új köntösbe öltözött, és iskola fejlesztése is sor került. A térség országgyűlési képviselőjének bejelentése szerint pedig hamarosan az utakat is rendbe tehetik. Elmondható a választókerület egészére, egy Tisza-Nagyfalúról, és az utak, belterületi utak, külterületi utak, bekötő utak megújítására nagy szükség lenne. Örömmel jelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt a kormány bejelentette, hogy 2024-ig mintegy 3200 milliárd forintot fordít a kormány, tehát ez hazai forrás alapvetően közútfejlesztésre. Ebben vannak alsóbrendű utak, vannak külterületi utak, és vannak belterületi utak is, hiszen ma is működik a belügyminisztériumnál egy pályázat, amely 15 millió forint értékben lehet forrás szerezni önkormányzati kezelésű belterületi utak megújítására. Más fejlesztés is várhat Tisza-Nagyfalura, bekerült ugyanis a júliusban élesedő falusi csok keretében támogatott települések körébe. Egyébként sokan nem tudják a községről, de 1945-ben először itt osztottak földet az országban. Jekelfalusi Piller György kétszeres kardvívó olimpiai bajnok születésének 120. évfordulója állt az idei Magyar Kard Napja ünnepségének középpontjában. A 2014-ben indult esemény sorozat célja a magyar katonai vívó hagyomány megőrzése. Április 26-án a nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó Iskola is tartott bemutatót Nyíregyházán, a Kossuth téren. Ilyen forma és vívó gyakorlatokkal vette kezdetét a 6. nyíregyházi Magyar Kard Napja. Az országos rendezvénysorozat 2013-ban indult, megyeszékhelyünk 2014-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek célja a magyar katonai vívó hagyomány megőrzése, valamint a víváshoz kapcsolódó katonai és civil emléktárgyak, dokumentumok, felszerelések és a borsodi gyakorlatok bemutatása akár a fiatalabb generációnak is. Amikor elindult a vívóiskolánk 6 évvel ezelőtt, jó rész még felnőttek jöttek le. Most a tanítványok 80%-a
fiatal, tehát 12 évestől a gimnázium végéig bezárólag. Tehát abszolút kifiatalodott a Simonyi Vívóiskola. Azonban a fiatalok közül sem lehet bárkiből jó vívó. Aki magyar szívű és magyar lelkületű, akinek magyar gondolatai vannak, aki átéli a magyarságát és megéli a szabja vívásban, én azt gondolom, hogy azokból lesz igazán jó vívó, akik magyar szívvel vívnak. A kar csak egy eszköz. Az idei ünnepség középpontjában jekelfalusi Piller György kétszeres kardvívó olimpiai bajnok születésének 120. évfordulója állt. A felsőtárkányi edző emellett 6-szoros Európa-bajnok, törvívásban pedig 12-szeres magyar bajnok volt. Ő volt a magyar kardválogatottnak a szövetségi kapitánya, ez majdnem 20 évig volt, ha jól emlékszem. A magyar kardválogatottat nem győzték le sose. Tehát amikor a magyar kardválogatott elindult bármiféle világversenyen, mindig aranyat hozott haza. A 6. nyíregyházi magyar kard napja koszorúzással és könyvbemutatóval zárult április 26-án. Hazai pályán szenvedett vereséget a sereghajtó Szombathelytől a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 30. fordulójában lejátszott mérkőzésen 2-1-re kapott ki a haladástól. A Kisvárda szombaton Debrecenben lép pályára. Az általa bajnokságban kétszer is legyőzött haladást fogadta a Kisvárda, amely győzelme esetén nagy lépést tehetett volna a bennmaradás kiharcolása felé. Jól is kezdték a meccset a hazaiak, a 11. percben Grozáv jobbról cselezett befelé, majd ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát. A 23. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, Lukjáncsuk szabálytalankodott a 16-oson belül Bangbojéval szemben. A megítélt 11-est Pricskin lőtte a kapu közepébe. 5 perc múlva már vezettek a vendégek, egy jobb oldali beadás követően Felipe kétszerű bravúrral hárított, a második után Rui Pedro közelről a kapuba vágta a labdát. Az 53. percben Grozav került helyzetbe, de a kivetődő király hárítani tudott. A Kisvárda ment előre, azonban egy kontra végén Bangboya került zicserbe, Felipe bravúrral a kapu fölé tudta tolni a labdát. Több gól már nem esett, így a Kisvárda fájú vereséget szenvedett a sereghajtótól. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, bár azért a haladás is mutatta, hogy ott van a pályán. Szereztünk egy gólt, megszereztük a vezetést, utána kerestünk még a lehetőséget. Úgy néz ki, hogy a második az les volt, tehát ez nem sikerült abszolválni. Viszont ami nagyon furcsa számomra és érdekes, hogy volt egy olyan 8-10 perces rövid zárlatunk, amikor a haladás megfordította a meccset pillanatok alatt, és onnantól kezdve mentünk az eredmény után, és akkor már Fortuna se állt mellénk, viszont azt is el kell ismerni, hogy 100%-os zicsert nem tudtunk kidolgozni, komoly lehetőségeink voltak, kontrából az ellenfélnek is. Ezt most tudomásul kell venni, ezt a mai mérkőzést, ennek már vége van, viszont az biztos, hogy ahhoz, hogy céljainkat elérjük, nekünk valahol bravút kell csinálni. A vendégek edzője szerint a gyors fordításnak és második félidei védekezésüknek köszönhető a haladás győzelme. Nagyon sok munkát tett bele mind a két csapat ebbe a találkozóba. Az első félidőben a gól ellenére is úgy éreztem, hogy jól játszunk, hogy nem sokat kell változtatni a játékunkon, de hál' Istennek már az első fél időben tudtunk fordítani, ami nagyon fontos volt így a mérkőzés kimenetele szempontjából. Ami nagyon nagy dolog volt, hogy idegenben egy ilyen jó csapat ellen meg tudtuk fordítani ilyen hamar a mérkőzést. A második fél időben nagyjából tudtam, hogy mi fog történni. Egy olyan csapat, akinek ilyen égetően szükség van 3 pontra, azt küldhetem én akárhova letámadni, sokkal kiebb védekezni, az tartani fogja az eredményt mindenáron. Úgyhogy ez is történt, a második fél időben nagyon mélyen védekeztünk, viszont hősiesen, úgyhogy meg tudtuk tartani ezt a 2-1-et. Gratulálok a csapatomnak, nagyon nagyot mentek, és gratulálok a Kisvárdának is, mert nagyon jó csapatom. A forduló további eredményei a következők: Újpest-Debrecen 1-1, Molvidi FC Puskás Akadémia 1-1, Mezőkövesd-Diósgyőr 3-0, Paks-MTK Budapest 1-0 és Budapest-Honvéd-Ferencváros 3-2. A tabella élén a már bajnok Ferencváros áll 67 ponttal, megelőzve az 57 pontos Molvidi FC-t. A 32 pontos Kisvárda, amíg bennmaradás jelentő, 10. helyen várja szombati debreceni vendégjátékát.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 29-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfőn este felhős idő valószínű, eső zápor helyenként előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Kedden rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, eső zápor több helyen várható. Helyenként zivatar is kialakulhat, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, szerdán a Dunántúlon több órára kisüt a nap, de keleten is csökkenni kezd a felhőzet. Szorványosan valószínű eső, záporeső, a változó felhőzetből csütörtökön még csak szorványosan, a jobbára erősen felhős égből a hétvégén és a jövő hét elején több helyen számítani lehet esőre, záporra. Néhol zivatar is kialakulhat, az északnyugati nyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Kissé erősödik, majd a hétvégétől több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.